Mondd, azt ismered, hogy nem szól szám, nem fáj fejem? Meg hogyha úgy kell lennie, hát legyen. Nos, valahogy így voltam vele én is, elvégre adja magát a tézis, hogy a másik gödrért tulajdonképpen nem én felelek. Hisz ami nem a sajátod, az könnyebben lenyeled, és bevallom, éveken át le is nyeltem, fej a homokban, homok a fejben. Azt mondták, ilyen dolog ez a túlélő ösztön, hogy kicsit önzőnek kell lenni egy kegyetlen földön. Ahol embernek farkasa, az erősebb meg felfalja a gyengét, amit valahol megértek, és mégis ma azért jöttem, hogy tagadjam ezt az eszmét. Hogy elmondjam, hogy eldobtam minden berögzült mantrát, és hogy te is képes lennél rá, hogyha hagynád valakinek, hogy kinyisse benned azt a bizonyos kaput. Hogy most az egyszer elérne hozzád a szavuk. Ha az emberséget ma nem győznék le az érdekek és az előnyök, akkor végre te lehetnél a saját hétköznapi hősöd. Mondd, azt ismered, hogy nem szól szám, nem fáj fejem? De ő akkor is sikít, ha te nem. Miért lenne a te bajod másnak fia, lánya, kénye, kedve, búja, baja, fránya, melodráma? Kit érdekel, hogy jössz vagy mész, már nem jut eszünkbe Kitty Genovese, pedig ma sem változott a róla elnevezett, mindennapi struc politika a járókelő effekt. Kittit a nyílt utcán küldték a halálba, 38 ember hallotta, 38 szomszédja látta, és 38 potenciális őrangyal szája maradt cinkosan lakatra zárva. Mondd, azt ismered, hogy nem szól szám, nem fáj fejem? Hogy nem tűnődöm el egy ismeretlenen. Nem állok meg, és nem nézek vissza. A lelki ismeretem még ugyanúgy tiszta. Nincs rajta törés, repedés, hézag. Nem gyónok meg olyan bűnt, amit nem érzek magaménak. Nem az minősíti az embert, hogy mással hogy nem bánik. Valahogy ezzel a tudattal hagyhatták az útszélén szegény Jancsi bácsit, 11 percig feküdt ott fehéren, 11 percig hűlt a zsebében az unokáknak vett kalács, 11 perc magányos szenvedés után vitte csak el a kaszás. Mondd, azt ismered, hogy nem szól szám, nem fáj fejem? Nem súrolom a vért a kezemen, mert minden bámészkodónak egyetlen csepp jutott csupán. Mi nem bántottunk senkit, csak álltunk ott sután a semmi kapuján, kezünkben vodka szóda, szánkon a WC-kagyló az intézet darabos hajnali óda, miközben nézzük, ahogy egy kivénhet kajánul mosolygó pasas egy ájult kamasztány ruhájában matadt. 17 éves volt, és másnap az én házamba jött. 17 éves volt, és két furcsa ízű rozéfröccs között az emlékeit és magát is elhagyta, miközben 17-en állták körbe mindegyik kacagva. Mondd, azt ismered, hogy nem szól szám, nem fáj fejem? Hogy annyira megijesztett téged az a folt ott a lelkemen, hogy akkor sem jöttél oda, mikor már fuldokoltam. Mikor megnyírták a szárnyam és kátrányba mártották a tollam. Mikor másfél rohadék éven át kerestem random emberekben anyát, és ti tudtátok, hogy a végén talán még egy embernek álltok majd a temetésén, de mégsem hagyta el figyelmeztetés az ajkatok, százan meg százan némán álltatok. Százan meg százan mentetek minden tudónak, százan meg százan, és azt is csak utólag. Mondd, azt ismered, hogy nem szól szám, nem fáj fejem? Régen megfogadtam, de ma már nem teszem. Mert vannak olyan emberek ott kint valahol, akik mennek, míg a szívük másokért zakatol. Nem hatalmasak, és nem érnek messzire kezeik, de észreveszik azt is, aki már nincsen itt. Hétköznapi hősök ők, szuperképességük a törekvés, a figyelem, miattuk tűnődöm mindezen. Miattuk nem várok semmit cserébe, miattuk tanultam meg több mint egy éve, hogy cselekszem, ha legrosszabbat látom. Hogy jó embernek az egész világ a dolga, hogy nekem kell azzal hőssé válnom, akire akkor szükségem lett volna. Mondd, azt ismered, hogyan lesz valakiből hős és őrangyal egy szemében? Hát menj oda és kérdezd meg azokat a hősöket a téren.